Nagy szeretettel köszöntök mindenkit itt a Gyulai Vár címer pályázatának az eredmény hirdetésén. Sajnos az ismert okok miatt nem tudunk személyesen találkozni, de mégis rengeteg, közel 90 pályamű érkezett be kettő korosztályban. Úgyhogy ezeket mindenképpen érdemes méltatni egy pár szóra, így még ilyen online formában is, hiszen most csak erre van lehetőség. Mielőtt rátérnénk magukra a pályaművekre, illetve a nyertesekre, illetve a díjazottakra, hiszen most sorrendet nem állítottunk föl, hanem több díjazottat választottunk ki, és ők mindannyian egyformán részesülnek plusz ajándékba, de fontos azt is kiemelni, hogy mindenki, aki részt vett, ő is külön ajándékot fog kapni, hiszen mindenki kiváló munkát végzett. Mielőtt rátérni magukra a pályaművekre, egy pár gondolatot a címerekről mindenképpen érdemes lenne elmondani, hiszen több szempont alapján értékeltük a beérkezett műveket, és az egyik, ez maga szakmai szempont volt, heraldikai szempontból is néztük a rajzolt címereket. Ugye mi az a címer egyáltalán? A címer az gyakorlatilag valaminek a csúcsa, valaminek a teteje. Az első előfordulás a címer szónak 13. századi, vagy a 14. századi Anjou Károlyhoz köthető, és gyakorlatilag egy sisak csúcs díszt adományozott. Hogyha ma is belegondolunk, akkor a címer szót használjuk más körülmények között is, más dolognak a tetejeként, például a kukorica címerezés, ott is van címer, pontosan ugyanennek a leszármazottja. A címer az olyaminek a teteje volt. Az volt a legfontosabb része, és csak később vándorolt át a szimbólum, később lett a pajzs a címernek a legfontosabb része. És mióta beszélünk mi a címerről, és egyáltalán mi az? A címer egy szimbólum, azonosítása szolgált, általában birtokhoz köthető, családhoz köthető, illetve háborúhoz. A hadsereg használt először, lovagok, onnan indult ki, és utána átterjedt, majd több testület is használt ezek után. És körülbelül a 12. század elejétől beszélünk címerről. Nagyon sok kutató megpróbálta visszavezetni mindenféle saját területére, angol száz területre, aztán Rajna mentére is visszapróbálták vezetni vikingekhez, de egyértelműen nem tudjuk meghatározni, hogy honnan indult az egész címer használat. Annyi biztos, hogy 1130-40-es években már volt címer használat, ekkortól beszélünk heraldikus időkről, előtte pedig csak szimbólumok voltak, az a pre-heraldikus idők. Többféle variáció létezik arra, hogy hogyan kell kinéznie egy címernek. Ahány kutató, annyi félét mond, ahány ház, annyi szokásot szokták mondani. Abban viszont nagyjából egyetérthetünk, hogy a címernek az egyik legfontosabb része a pajzs, tehát a címernek pajzson kell lennie, azt kell tartalmaznia. Családhoz, birtokhoz, háborúhoz, hadsereghez kell köthető legyen. Ez egy színes, szimbolikus ábrázolás, és nagyon fontos, hogy stilizált ábrázolás. Tehát túlságosan kimunkált alakok, háromdimenziós formák, tájképek, domborzatok, amik tényleg már festményre való, azok nem szerepelhetnek címeren, hiszen egyszerűen praktikussági okok miatt nem szolgálta volna azt a célt, amit kellett volna, hogyha tényleg minden egyes címer egy képziművészeti alkotással fölért volna, illetve elég bonyolult lett volna, összetett lett volna. Úgyhogy ezek voltak az elsődleges szempontok, amikor értékeltük a pályaműveket, hogy egyrészt pajzson helyezkedik el az adott címer, nagyon sok címer volt, amik egyébként kiválóak voltak, viszont nem pajzson helyezkedtek el, és ezért sajnos nem kerültek be a díjazottak közé. Aztán azt is néztünk még pluszban, hogy mennyire lett értelmezve a feladat. Ugye család címer kértünk, és nagyon sok esetben sajnos nem a családra volt helyezve a hangsúlyozott címerem, vagy az egyénre, vagy más szabadidős tevékenységre, amik szintén lehettek nagyon művészi, tényleg hihetetlen alkotások érkeztek be, amik gyönyörűek voltak, viszont a pályázat kiírásának nem fele meg sokszor sajnos. Illetve a harmadik ugyanilyen hiba az előző szempontrendszerhez kapcsolódóan, hogy túlságosan kimunkált volt, háromdimenziós állatalakok voltak, megmunkálva rajta, térbeli ábrázolás volt benne,
és ez viszont szintén nem fér bele a heraldikai szabályzatba, úgyhogy sajnos ezek sem kerültek a díjazottak közé, pedig szintén megérdemlik, hogy ki legyenek állítva, mert nagyon jó munkák voltak. Ahogy mondtam, közel 90 alkotás érkezett be, és az alsó, vagy az első kategóriából most föl is olvasnám a díjazottakat, akik külön díjat érdemeltek a munkájukért. Nehéz volt választani, hiszen tényleg rengeteg pályamű érkezett, de hosszas tanácskozás után rájuk esett a választás. Ez nem sorrend, hangsúlyozom még egyszer, hanem mindenki kiemelkedő teljesítményt nyújtott. Elsőként mondanám Fábián Tamást a Németvárosi óvodából, majd Barát Johannát a Magvető Református Általános Iskolából, Szalontai Szemír a Gyulai Implom József Általános Iskolából, Szatmári Sára, szintén a Magvető Református Iskolából, Kun Annabella az Implom József Iskolából, és Schmidt Hanga a Bai Zoltán Általános Iskolából. Ők tehát az első kategóriának a nyertesei. A második kategóriából is szintén nehéz volt kiválasztani azokat, akik külön jutalmat érdemelnek, és ők pedig a következők: Bordé Sára Borbála, szintén a Magvető Református Iskolából, Kis Kamilla, szintén a Magvetőből, Somogy Nándor az Implom József Iskolából, Magnóra Lívia, szintén az Implom József Általános Iskolából, és Nagy Gergő, szintén az Implom József Általános Iskolából. Úgyhogy nekik külön gratulálunk. Ki lettek értesítve az iskolák a nyereményekről, amelyeket a vírus helyzet elvonulása után tudnak beváltani nálunk. És természetesen viszont a művek, a többi művel együtt ki lesznek állítva itt a Gyulai Várnak a Múzeum Pedagógiai Kézműves termében, ahol meg lehet őket majd tekinteni. Viszont az külön ki kell még emeljem, hogy nem csak helyi iskolákból érkeztek hozzánk pályaművek, hanem Nagy Magyarország egész területéről. Vizdák Ludvik Egerből készített nekünk címert, és Tilinkó Luca pedig délvidékről, Horgosról kedveskedett nekünk egy rajzot, nekünk is, nekik is külön köszönjük szépen. Úgyhogy még egyszer gratulálok mindenkinek a pályázaton való részvételéért, eredményesen zárta mindenki, azt hiszem, és bátorítok mindenkit, hogy ne hagyja abba ezt a tevékenységet, merüljön el mind a történelemben, mind a képzőművészetben, és kamatoztassa a tudását a későbbiekben is. Vigyázzatok magatokra is, egymásra.